Aranyosi Péter idén díjat kapott. Miskolc múzsája. Ezt azért mondom el én, mert ő nem tud vele dicsekedni, mert tele van nehéz mással hangzókkal. Miskolc múzsája, muzika, azért mondom. Sokkal jobb helyzetben lenne azzal, hogy béke Nobel díj. Úgyhogy fogadják nagy szeretettel Miskolc múzsáját, Aranyosi Péter. Kérném szépen, nekem van egy barátom, aki egy ilyen igazi tesztoszteron huszára, és ki tudta mondani. Hiába mondta Bandi, hogy nem tudom. Az az igazi Bivaj Béla. És mondja nekem, hogy Peti, 40 éves elmúltál, el kell jönni vadászni. Mondom, én nem akarok. Azt mondja, b***i vagy. Hát de mondom, én nem akarom a jószágokat megölni. Azt mondja, azok meg akarnak dögleni. Ezt se tudtam. Neki a Mátrában van egy kisebb vadász területe, három falu, körülötte az erdő, meg a jobbágyok. Ő ismeri a törzsfőnök telefonszámát, maradjunk ennyibe. És mondja nekem, hogy ő elvisz a területre, álljak meg a Pólusz Center parkolójába az ördögi szejcsentommal, mert azért szégyen lenne, azzal érkezne. Ő majd jön a terepjáróval, és visz engem. És én felöltöztem vadásznak, ahogy ön ugye elképzelem egy vadász ruhát, apám surranó katonai bakancsa, egy zöld nadrág, amin ilyen sok zseb van, hogy a sok lőszer ugye beleférjen, és a bomber Jackie. Na most, aki nem tudná, mi az a bomber Jackie, az a hölgyek kedvérét látom az első sorba üveges tekintettel. Mondom, az egy ilyen fekete katonai Jackie, ami vagy fekete, vagy zöld, pilóta Jackie, aminek a belseje narancsárga, hogyha lezuhan ugye a repülőgépes, és nem szakad ki a bele, akkor kifordítja azt a narancsárga Jackie-t, és akkor a mentő helikopter felülről meglátja, hogy ugye ott van egy megmentendő, vagy egy kukás. Nekem azért van ilyen bomber Jackie, mert én annak idején Miskolcon skinhead akartam lenni. Ott a kihívás. Ugye, nem az alsó Zöldmáli utcába, Budán elegánséknál. Na most ugye az volt a tervem, hogy kifordítjuk narancsárgára a Jackie-t, és akkor megtámadjuk a drappokat. De a feladat az volt, hogy menekültünk Jackie-be. Az anyukám meg nem engedte letolni a hajamat kopacra, mert azt mondta, hogy amíg az én kenyeremet eszed, 34 éves korodig olyan lesz a hajad, amiért én mondok. Úgyhogy én ilyen szaszon skinhead voltam. Ez lehetett. Na, állok ott tulajdonképpen biztonságőrnek öltözve. Megérkezik Tamás. Beszállok a bazi terepjárójába, és rögtön a kezembe adott egy sört, amit nem tudtam elolvasni, az volt ráírva Strong 7-2. De én ezt nem olvastam el, ez később tudatosult bennem, rögtön egyet megittam Gödöllőig, ittam még egyet 60-ig, állítólag felhívtam a feleségemet, erre már nem emlékszem, és a vadászházban még ráittam 2 darab szilvapálinkát. Annyit mondtam Tamásnak, Tamáskám, bajonettel támadunk, majd a gyalogság eldönti a csatát. Na, fölmentünk a vadlesre, 6 méter magasra, na és leültünk, és azt mondja Tamás, hogy innentől már meg ne szólaljál. Ennél rosszabb parancsot nem kaphatok életem. Itt mindenhol disznó lesz. Rengeteg disznó. Ne dőlj előre, kiszakad a eleje. Ne dőlj hátulra, kiszakad a hátulja. Ne toporogj, leszakad az alja. Itt mindenhol disznó. Megemeled a puskát. Ezek a puskák csak a filmekbe könnyek, az életbe dög nehéz.
ráteszed a kis párnára, vársz, és én majd megmondom, melyik disznót lőjed agyon. Mondom, Tamás, szerinted én ki vagyok? Vasilij Zajcev, a szovjet mesterlövész. Amelyiket eltalálom, előre mondom, a legnagyobbnak a közepébe fogok célozni. Itt mindenhol néz. Rengeteg. Na most emelgetem ezt a bazi nehéz puskát. Kérdezem, hogy miért kell ezt ennyit gyakorolni. Figyeld a választ. Mert itt rengeteg disznó lesz. És olyan ideges leszel, spriccolni fog a füledből az adrenalin. Mondom, Damáska, náluk is lesz puska. Így hát hagy éljenek, hát szegény anyukám katolikus, ennyi maradt vissza nekem, érted, hogy azt is a jó Isten teremtette, ha nem vagy éhes, nem kell agyon lőni. És amit ilyenkor egy amatőr megkérdez, azt megkérdeztem, mondom, Tamás, honnan tudjuk a sötétbe majd, hogy hol a disznó? Ugye ez egy jogos kérdés. Figyeld a választ, figyeld a választ. Ennél a válasznál a nyomdászok meg a fizikusok öngyilkosok lesznek előre, mondom. Ez volt a válasz. A disznó sötétben feketébb, mint a fekete. Ha tovább ragozzuk a képletet, akkor ha belelősz a feketébe, az disznó. Tehát ez biztos, az disznó. Itt rengeteg disznó lesz, hömpölyögni fog a disznó. Lehet, hogy lesz őz is. Azt tudod melyik? Mondom, hogy ne tudnám, a disznónak ugye lefele nő a csont, az őznek meg felfele. Azaz, azaz. Ne idegeskedjé, ha itt lesznek a disznók, mert itt hömpölyögni fog a disznó. Én villantok egy piros fényt, azt azzal megvilágítom a disznót. Most az megvan, hogy 8 méter magasból így villog egy piros, hogy no, 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 no. A disznó meg így elmutatja a torkát, ide lője le, ide, ide, ide. Hát ez nem életszerű. Egy 4 óra eltelt, a kezem majd leszakadt. Azt mondja, honnan van neked ez a kabát? Hát mondom, én ezt a US Army shopba vettem, annak idején Bécsben a Kertnerstrasse Dryung Drysiefba, mert hogy skinhead akartam lenni. Nem jó. Susog. Hozok én neked egy rendes kabátot. Na most képzeljük el azt a 48-as lábú embert, aki még bakkancsban 49-es, föláll, majd a száraz ajnövényzetbe a pici 48-as lábával elindul. Ami disznó volt az erdőbe, az mind elment Salgó Tarjánba kávézni, mert tudták, hogy nem vadász van az erdőben, hanem vadász hadsereg, olyan hanggal volt. Ugyanezzel a hanghatással visszajött, rámadta a kabátot. Az olyan büdös volt, mintha egy kandisznó beledöglött volna, 5 napon keresztül a tűző napon így forgatták volna körbe-körbe, majd szüreti fossal lekenték volna az egészet. Tamás, olyan büdös vagyok, gyöngyösig lehet érezni, hogy itt ülök. Figyeld a fővadász válaszát, de nem susog. Kész, kész. 6 órát ülünk a semmit, várjuk, hogy jöjjön a disznó, ami hömpölyög. Helyett ennyit adunk, hogy... Azt mondja, le ne üsd, meghallja a disznó.
Kettő nap múlva 14 szúnyogcsípés számoltam meg. Volt, ami hátba szúrt. Az biztos, hogy nem a kabáton, ez olyan büdös volt az a kabát, hogy a Tomahawk rakéta visszafordult volna. Ijedtébe attól a szaktól, de ijedtébe. Az bejött itt a bakkancsnál, végigrepült itt a nadrág szárába, mint Luke Skywalker. Itt ugye középtájt. A generátorállomást itt. Kikerülte. Aztán, hogy a dagadt combomon hogy ment át, azt nem tudom. Itt már hátul könnyű dolga volt, mert itt a zsivány kanyomba... És hátba szúrt. Hatodik óra után a kutyák elhallgattak a faluba 6 kilométerre. Azok is mentek a 95-ös csatornán, hogy a töltős filmet nézni. Azt mondja, Peti, menjünk innen. Mondom, Tamáska, menjünk a francba, hát ennek semmi értelme nincs. Pedig itt mindig hömpölyög a disznó. Pakolunk le, na most én olyan gyenge lettem, mert ugye én az erdő népének leadtam 1,5 liter vért. Hiszen elterjedt az erdőbe, hogy itt van az aranyosi, trigliceridekben, koleszterinben, húgysavakban gazdag vére. Úgy hívnak Miskolcon az STK-ban, hogy a keresztes lovag, mert csak kereszt van a leleten. Azt most kell szívni, itt van a vér, jó zsíros vér, most kell nőstény szőnyogok jönni. Na, pakolunk be a terepjárójába, még el se indulunk, még a földes úton vagyunk. Gurulunk, fölkapcsolta a reflektort a földes úton. Kérem szépen, a földes úton hömpölygött a disznó. Na most így 6 óra után nem voltam egy picit se ideges, mondom, Tamás! Ott a disztó! Eljük meg! Azt mondja, nem lehet. Mondom, miért? Azt mondja, már ez nem az ő területe. Mondom, ha megdöglött, már nem fog köpni, hol döglött meg. Az a kisebbik szarvasfajta, dám, ült a gödörbe, így a szájával így... Így csámcsogott, a szó szerint szart ránk, a szó szerint szart. Mondom, ott van a kicsi, őzik-e legalább, azt lőjük már fejbe, hogy vigyem haza a véres fejét. Nem lehet, mondom, miért? Azt mondja, az őz mögött bokor van, mondom, és? Azt mondja, mi van, hogyha mellé lövünk, azt a bokorban dugnak. Mondom, a falutól 6 kilométerre. Éjjel 2-kor, 8 Celsius fokban, mondom, ki kell félne? Mondom, Tamás, ha így van, én egész éjszaka ásózok. Akit eltaláltam, eltemetem. Csak legyen már valami, legalább egy véres személyt vigyek haza. Csak hogy már történjen, férfi legyek. Na mindegy. Kettő nap múlva ugye rajtam rengeteg szúnyogcsípés, hív Tamás, mert minden vadász babonás. Egyébként ezzel legyünk tisztába, mert ezt másképp nem lehet feldolgozni, hogy hömpölyög a disznó helyett, semmi nincs. Azt mondja, figyelj, ő rájött, hogy miért nem volt szerencsénk. Mondom, Tamáska, miért? Azt mondja, azért, mert amikor a puskába betettük a lőszert, ugye a golyót, nem puszíltuk meg. Na, hívom Réka barátnőmet, mondom, hogy mit mondott a Tamás, azt mondja, Réka, ebben lehet valami igazság, Petikém, mert az a golyó, amit én megpuszilok, az mindig szerencsés. Köszönöm szépen! Kezdjük csókolom!